Játszanak, táncolnak, várják a tavaszt a szimovisok, milliárdos fejlesztések kezdődnek Karcagon, folyamatosan fejlődik Tiszafüred is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 11-én 18 óra 5 perckor. Szabóné Szentesi Máriával, a SIM óvoda vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan zajlik most az élet az oviban, és milyen rendezvényekre készülnek. Míg beszélgettünk, a szilvás gombóc zenére táncoltak a gyerekek, minden adott ahhoz, hogy jó legyen a hangulat. A Katica csoportnak ez a kedvenc zeneszáma, árulja el a vezető. Nagyon szeretnek a gyerekek erre játszani, táncolni, és mivel a farsang időszakát élik, ezzel hangolódnak rá. Már készítettek szemüvegeket, napok óta tervezik, ki milyen jelmezt vesz fel. A szülőket most írásban tájékoztattuk, illetve az informatikai felületen az óvodának is, meg minden csoportnak van zárt Facebook csoportja, Messenger csoportja, ott is tartjuk a szülőkkel a kapcsolatot. Sajnos nem tudjuk őket a farsangra beinvitálni, nem is úgy lesz, mint korábban a farsangi ünnepségünk. Egy vidám délelőttöt szervezünk, sok-sok vidám játékkal a gyerekeknek, viszont néhány éve kitaláltuk a kolléganőimmel, hogy kisföldek között farsangi felvonulást tervezünk, ahol elűzzük a telet. Nagyon várják a tavaszt is. Az Örökös zöld óvodában már megkezdték a palánta neveléseket, a magok ültetését, az ágak csíráztatását. Közben megfigyeléseket végeznek a kicsik. Nagyon várjuk a tavaszt is természetesen. Zöld óvodák vagyunk, ugye ezt már mindannyiszor elmondtam, és már megkezdtük a palánta nevelésünket, a magok ültetését, az ágak csíráztatását, babot csíráztattunk, azt figyeljük meg. És amikor kint vagyunk az udvaron levegőzni, nagyon szeretik a gyerekek, hogy már a hóvirágon kibújt, a napsütésben a tavaszi bogarak, a bodobácsok előbújnak, a katicák. Nagyon várjuk a jó időt, hiszen nagyon szeretünk kertészkedni is. Nagyon bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és a farsangi felvonulásunkat meg tudjuk tartani, oda az iskolások közül is várunk sok-sok mindenkit, aki be tud kapcsolódni, illetve nagyon szeretnénk az idén megtartani a színvilágot májusban majd, hiszen az óvodánk 40 éves, és a szülinapját is itt szeretnénk megünnepelni. Emellett természetesen az iskolába menő gyermekekkel naponta kiemelten foglalkoznak az óvodapedagógusok, hogy minél felkészültebben kezdhessék össze a tanulmányaikat. Nagy örömünkre 22 gyermeket engedünk az idén iskolába, hiszen már a vizsgálatok is megtörténtek azoknál a gyerekeknél, akiknél a szülők igényelték, hogy még egy évig maradjanak az óvodába. Mindenki megkapta ezt a felmentést. A többieket nagy örömmel és büszkén fogjuk elengedni az iskolába, hiszen valamennyien tehetségcsoportjainknak a tagjai, külön is foglalkozunk vele, gazdagabb, mélyebb tartalmakkal dolgozunk fel egy-egy témakört, és nagyon ügyesek a gyerekeink. Hiszen tavasszal el is fognak hozzánk jönni látogatóba azok a pesti kollégák, akik a négy őselemmel tartanak tanfolyamot az egyik kolléganőmnek, Kovácsné Fodor Mónikának, aki kiválóan végezte el nem régen a környezeti nevelő szakot. Ő ezt a tanfolyamot végzi, minden héten bejelentkezése van, a nagyokkal erről számot ad, hogy mit dolgoznak fel a négy őselem a tűz, víz, föld, levegő témakörben. A szülőkkel napi kapcsolatban vannak. Az óvodavezető reméli, hogy a tavaszi rendezvényeket, amit már az udvaron rendeznek, az ő jelenlétükben tarthatják meg, addig pedig készülnek a tevékenykedéseken a fotók. A Karcag Televízió mai vendége Karcagi Nagy Zoltán, a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke volt. A képviselővel a feladatairól, a 2022. évi költségvetés tervezetről, az idei évi önkormányzati feladatokról, a települések támogatási rendszeréről, a város jelentős beruházásairól és fejlesztéseiről is beszélgettünk. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a 6-os számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, a Fejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is, kedves Mónika, üdvözlöm a karcagi
a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét, és köszönöm szépen a meghívást. Melyek a költségvetés alappillérei? Az előző évekhez hasonlóan a költségvetési rendelet tervezetben megtervezésre kerültek a Karcag Városi Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervek kötelező feladatai, a karcagi többcélű kistérségi társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások az észszerű takarékos gazdálkodás követelményét szem előtt tartva. Milyen önkormányzati feladatok kerültek be a rendeletbe? Az önkormányzati feladatok közt jelentős összeggel szerepel többek közt a belterületi utak, járdák felújítása. Például a Baross úton már láthatjuk is, hogy folytatódik a járda felújítás, de több helyen a városban. Parkolók kialakítása, a választókerületek településfejlesztési kiadásai, ez az önkormányzati képviselőknek a költségkerete, tehát a képviselői kerete. Már vásároltunk is nagy mennyiségű kavicsot ebből a keretből, ahol még rendes útalap nem állt rendelkezésre, oda lett ez a kavics bedolgozva, de ennek még a további folyamatos javítása is napirenden van, hiszen kaptam én is jelzést a körzetemből is néhány helyről, hogy picit elhasználódott, kicsit besüllyedt, kátyús lett, természetesen azt záros határidőn belül próbáljuk javítani és rendbe tenni. Szerepel a közvilágítás biztosítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, központi orvosi ügyelet biztosítása, kulturális feladatok, a helyi autóbusz közlekedés támogatása, valamint a vízi közmű szolgáltatás és fejlesztése is többek között. Van-e valamiféle változás a települések támogatási rendszerét illetően? Nem lesz változás. A települési támogatások rendszerében a rendszeres és rendkívüli támogatásokat továbbra is szociális alapon biztosítjuk a rászorulóknak. Ebben az évben is megjelenik a költségvetési tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, a babacsomag, ami rendkívül népszerű és nagyon hasznos dolog. A 2022-es költségvetés tervezetben az Akácliget, Gyógy és Strandfürdőt illetően milyen elképzelések szerepelnek, hogyan érinti? Hát a hosszú pandémiás időszak alatt elég sokat kihagyott a fürdő nyitvatartása sokak bánatára, de figyelembe véve a lakosság sport és szabadidős tevékenységéhez való lehetőségét, jogát, a gyógyászati ellátás érdekében is többek között továbbra is támogatjuk a fürdő üzemeltetését. Milyen fejlesztések és beruházások vannak folyamatban településünkön? Jelentős beruházások és fejlesztések vannak folyamatban, hát elég csak végigmenni a városon, mindenki látja, hogy gőzerővel folynak a munkálatok, ami nagyon hasznos és mindenki javára fog szolgálni az eredménye. Nagyobb része támogatásból egyébként, és kisebb része saját forrásból zajlik. Régen várt parkolók megépülhettek több ponton, például az iskoláknál mindenki láthatja. Vagy hogy a körzetemet említsem, a Jókai Óti óvodánál is sikerült a sáros árokpartját egy ilyen útalapszerű parkolóval elkészítenünk, ami azt jelenti, hogy nem a sárba kell parkolni, hanem egy annál kulturáltabb parkoló van. Megújulnak a kerékpárutak. A Széchenyi sugárút, Madarasi úti kerékpárút egészen a Hagéig első szakaszban, illetve jó hír, amit már nagyon régen vártunk, a Kisújszállási úti kerékpárútra is megérkezett a támogatási összeg. Ez azt jelenti, hogy a tavasz folyamán, szerintem nyár elejére valószínűleg kész is lesz, megújul a Kisújszállási kerékpárút. Ennek nagyon örülök én is, mert gyakran járok rajta. Jelenleg 15 darab Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt létesülése van folyamatban, összesen több mint 5,3 milliárd forint támogatásból. Hazai forrásból, állami támogatásból több mint 4,9 milliárd forint összegben valósulnak meg fejlesztések. És a teljesség igénye nélkül a Ligeti úti sporttelep meg fog újulni.
A Tesco mögötti területen új multifunkciós sportcsarnok épül a közeljövőben, ami kiemelt fontosságú lesz Karcag életében. Mintegy 5000 négyzetméteres alapterülettel, közel 500 fő befogadóképességgel, és hamarosan elindul a milánói pavilon építése is, ami igazi turista csalogató látványosság lesz városunkban. Sor kerül a Rónai Malom és környezetének rehabilitációjára, munkahelyteremtő beruházások is zajlanak, például a Recipet továbbfejleszt, a Penny Market duplájára nőtt raktárbázisának építése is a végéhez közeledik, az Agrosprint fejlesztése is hatalmas méreteket öltött a Püspökladányi útnál a vasút mellett. Az M4-es út és közeledik már Karcaghoz, illetve a Kukorica Malom, ez szintén az én a hatos számú választókerület területén található, megújult az a rizshántoló épülete, Kukorica Malom lett belőle, illetve ott voltunk a Malom szálló átadásán, egy rendkívül színvonalas, nem is munkásszállás, hanem egy szálloda létesült. Illetve van egy friss információ is, pályázatot nyújtottunk be a vidékfejlesztési program keretében a Zádor hídhoz vezető út felújítására. Most jött a hír, hogy megnyertük a pályázatot, és közel 300 millió forint forrásból teljes hosszában és szélességében megújul az oda vezető út, továbbá ott egy parkoló is épül, esetleg akik autóval érkeznek, nekik a számára. Beszéltünk a fő megvalósításra váró feladatokról és célokról. Azt is mondjuk el, hogy mi a fő összege a 2022-es évi költségvetésnek? Hát a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását önkormányzatunk 2022 évben is folyamatosan biztosítja. A működés biztonságát szem előtt tartva jelentős beruházások, fejlesztések megvalósítása van folyamatban, valamint igyekszünk kihasználni az újabb pályázati lehetőségeket is. Az elfogadásra került rendelet szerint a Karcagvárosi Önkormányzat 2022 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege, tehát ez a januári ülésen volt így, 15.074.522.753 forint. De egy módosító javaslat érkezett a februári testületi ülésre, mivel 2022 évben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős összeggel emelkedett, valamint az egyes ágazati bérintézkedésekkel a közszférában foglalkoztatottak bére is emelkedett. Így a módosító javaslat összességében 305.939.583 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedés jelent, tartalmazza a központi költségvetésből lebontott támogatásokat, az egyes feladatokhoz államháztartáson belülről átvett pénzeszközök előirányzatosítását, valamint az intézményi támogatások többlet feladatok miatti változását. Így önkormányzatunknak a 2022 évi bevétel és kiadási főösszegének finanszírozási műveleteket is tartalmazó módosított előirányzata 15.380.462.336 forint lett. Én megköszönöm képviselő úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt a 2022-es évi költségvetésről. Köszönöm szépen a meghívást! Az előttünk álló években is jelentős beruházásokat terveznek Tiszafüreden. Az előttünk álló években is jelentős beruházásokat terveznek Tiszafüreden. Folytatódik az új város építése. Ehhez azonban fejlesztési forrásokra, hazai és uniós támogatásokra van szükség. A kormány partner Tiszafüred fejlődésében, a város elképzeléseinek megvalósításában tájékoztatta Tiszafüredet F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!